Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Omlásveszély. Baleset veszélyessé nyilvánították a Kalász suli második emeletének tetőterét. Mentáskert. Különleges madarász program várta a gyerekeket a Madarak és Fák napján. EFI előadás. Egyre több embert érintenek a különböző táplálkozási zavarok. Baleset veszélyessé nyilvánították a Kalász suli második emeletének tetőterét. A csaknem 20-30 négyzetméteren levő üvegtáblák megrepedtek, elmozdultak, letörtek a széleik. A diákok és a pedagógusok testi épségét szem előtt tartva Vég Attila, az intézmény igazgatója, megtette a szükséges lépéseket. Közeleg a 2023-24-es tanév vége, a jól megérdemelt nyári szünidő. A Kassuban az örömteli várakozást némileg beárnyékolja, hogy korlátozni kellett a tanulók és tanárok mozgásterét. A nehézségek mellett, ahogyan Vég Attila fogalmazott, már látják a fényt az alagút végén. A tankerület tényleg nagyon gyorsan és érezve azt, hogy ez egy halaszthatatlan helyzet, egy héten belül átcsoportosításokkal meghozta azt a döntést, hogy akkor ezt azonnal és rögtön és viszmajorként kezelve megcsinálja. Úgyhogy a minap hívott igazgató úr, és mondta, hogy napokon belül elkezdődhetnek a munkák, amelyek ezt a nehéz helyzetet megszüntetik itt nálunk. Az adott körülmények között kulcsfontosságú az elővigyázatosság, a szakemberek és az iskola vezetőségének együttműködése, az eltérések pontos feltérképezése. Egy beázás kapcsán én azt hittem, hogy megint a tetőnk ázott be, de fölment a kivitelező a tetőre, és ott észlelt, hogy szó nincs a tetőről, hanem ezek a, mint egy vízgyűjtő működnek ezek az ablakkeretek, ezen végig folyik a víz, és hát lyukas, tehát az ablakkereteknek a találkozása, a találkozási pontja az már annyira elkorhat, hogy lyukas, bevezeti a vizet az álmennyezethez, és így érzékeljük ezt mi tulajdonképpen egy mennyezeti beázásnak, de ez nem a tető felől érkezik, és akkor a kivitelező jelezte, hogy ezt mi nem is tudtuk volna, de a kivitelező jelezte, hogy ez az a pillanat, ahonnan nincsen tovább, ez az a pillanat, ahol bizony sürgős beavatkozást igényel, mert ha ez hagyjuk, nem tudhatjuk, hogy mikor okozhat ez esetlegesen balesetet. Az alapos egyeztetések eredményeképpen a legoptimálisabb megoldás mellett döntöttek, tette hozzá az igazgató. Nagyon fontos információ, hogy haladva a korunkkal, illetve ismerve egy iskolát, illetve egy tankerületnek a lehetőségeit, az a nagyszerű, hogy most már a fa helyett műanyag nyílászárókat tudunk használni és alkalmazni, úgyhogy megnyugodhatunk, hogy elkorhad az ablakkeret, ez ilyen nincs a továbbiakban, ha ez minden a terveink szerint alakul, akkor most tényleg egy 30 évre egy biztonságos, megnyugtató műanyag nyílászárós megoldás születik, ami nem igényel karbantartást, ez egy iskolának egy nagyon fontos dolog és lehetőség. Az intézmény épületét érintő változtatások mellett az udvaron is folyamatos az újítás. Itt állunk a játszóterünk mellett, örülünk, hogy sikerült új játékelemekkel újra modernizálni a játszóterünket, de ezek közül az új játékelemeink közül kettő éppen most garanciális javítást vár, mert úgy látszik, hogy hatalmas igénybevételnek vették alá a gyermekeink, és egy 2-3 hét alatt megjelentek azok a hibák, amelyeket bizony javítani és vagy akár cserélni kell, de garanciálisak az elemek, mi ipari játékeszközöket vettünk, tehát a kivitelezővel beszélve mondta, hogy ez természetes, itt semmi probléma, úgyhogy cserélik vagy javítják az eszközeinket. A Kalász sulira jellemző színvonalas oktatás változatos programok mellett nem utolsó sorban emberi, diákközpontú szemléletmóddal fordulnak a gyerekekhez az iskola munkatársai, tette hozzá Vég Attila.
Budakalász 2020-ban csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub programsorozatához, a Bringázza munkába kampányhoz. Május 14-én, kedden reggel 6:30 és 9 óra között immár 6. alkalommal rendezik meg a Bringás reggelit Kalászon. Mindenkit, aki holnap biciklivel indul el otthonról, vendégül látják a gát Sport utca előtti részén. Lehet enni kakaós csigát, müzliszeletet vagy kolbászos kiflit paradicsommal, és a reggeli kávé és gyümölcs is a pultoknál várja az arra kerékpározókat. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a testmozgást, valamint a fenntartható és környezetbarát közlekedést Budakalászon. Mindenkit szeretettel várnak. A Föld napjának testvérünnepe a Madarak és Fák világnapja, amelyet minden évben május 10-én tartunk. A világnapot először 1902-ben tartották meg, a kor neves ornitológusa szervezésében. A világnap célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. A Madarak és Fák világnapja alkalmából a Mentáskert termelői piacon csütörtökön várták a gyermekeket ismeretterjesztő programmal és interaktív foglalkozással. Mondjak valamit, tudod hány tojásból célra Bud Spencer rántottát, ha nagyon éhes? Hány? Egy, de csak ha struc tojásból van. Marci a Mentáskert csütörtöki madár hang és fészek bemutatójának egyik kis látogatója nagyon tájékozottnak bizonyult, és még külön információkkal is szolgált a szárnyasokat és tojásaikat illetően. Az 5 éves kalászi kisfiú érdeklődését otthon mesei és természetfilmek, valamint képeskönyvek elégítik ki. A Mentáskertben megtudtuk tőle, hogy a túzok a kedvenc madara, de Marci azt is elárulta, hogy miért éppen erre a madárra esett a választása. Mert láttam egy mesében és egy természetfilmben, mert tudtam, hogy igaziban is létezik. Az ismeretterjesztő interaktív foglalkozást a Madarak és Fák napja alkalmából a Fiókás kör vezetője Tasnádi Éva tartotta élővilágunk sokféleségéről, óvodásoknak, kisiskolásoknak. Az asztalon mindent meg lehetett érinteni, vizsgálni, és természetesen mindenről lehetett kérdezni is. A Madarak és Fák napja alkalmából ugye fészkes programot szoktam tartani a gyerekeknek. Itt láthatjátok, hogy rengeteg fészket hoztam, illetve a madarak és a fák kapcsolatáról tartok előadást a gyerekeknek. Megnézhetjük egyes fajoknak a fészkét, milyen tojásaik vannak, milyen fészkelési szokásaik, illetve még mutatok nekik más állatokat is, akik szintén fészket építenek, de nem madarak, emlősök általában. De mutatok még nekik például a legnagyobb tojást, a strucnak a tojását, vagy az emu tojást is megnézhetik. A kicsik nagyon ügyesen körbeadogatták a különböző méretű tojásokat, és elbeszélgettek Évivel a számukra már ismerős madarakról. Nagyon ügyesek, ismerik a madarakat, de természetesen például a fekete rigónál a hímet szokták felismerni. Amikor a tojót mutatom, akkor elbizonytalanodnak, azt gondolják, hogy egy másik madár, de nagyon ügyesek, felismerik a cinkét is, felismerik például a egyesek, még a kék és a széncinke közötti különbséget is tudják. Tasnádi Éva gyermekkorában gyakran járta az erdőt a szüleivel, ami meghatározta későbbi pályaválasztását. Környezetvédelmi mérnök és madarász lett. Érdeklődését a madarak iránt szívesen átadja a fiatalabb generációknak, előadásait, bemutatóit saját madárhanggyűjteménnyel téve érdekesebbé, gazdagabbá. Nagyon szerettem az élővilágot, a madarakat, és aztán elkezdtem őket megfigyelni. Ugye viszonylag könnyű a madarakat megfigyelni, színesek, ott vannak körülöttünk, az énekük nagyon jellegzetes, és így indult először ugye egy hobbiként, és most már gyakorlatilag hivatásként végzem. Az izgalmas madarász program mellett a Mentáskert látogatói bevásárolhattak a termelői piac tavaszi kínálatából. Friss, magyar zöldségek és gyümölcsök mellett háztáji tejtermékekből, húsokból, valamint vehettek ültetni való virágokat, palántákat is. Pajzs Enikő 2 éve kezdett el szörpöket és lekvárokat készíteni eladásra, amikor Fái, Pomázi otthonában már több gyümölcsöt érleltek, mint amit a család el tudott fogyasztani. Mindenféle gyümölcsfánk van a kertben, és ezeket próbálom feldolgozni tartósítószermentesen, kevés cukor hozzáadásával, úgyhogy ez az én profilom. Enikőnek sokat segít a férje, aki a címkéket is megtervezte, valamint találó terméknevet is kitalált a magánvállalkozáshoz.
Én egy 3 gyermekes édesanyja vagyok. Igazából a gyerekeim nagyon szeretik az epret például, és amikor elkezdtük a kertet építeni, mindenképpen szempont volt, hogy csak gyümölcs és zöldség lesz a kertben. És ez meg is valósult, és örömmel is kimennek szedni. Most már érik az eper, úgyhogy ők szívesen szedik le. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy így tényleg saját termésünket tudjuk fogyasztani. Sokat dolgozunk, de én azt gondolom, hogy a munka az meghozza a gyümölcsét. A mai napon a piacra milyen termékeket hoztál ki? A mai napon hoztam elsősorban a friss áru, a szörpök, ami saját kertből úgy szintén, citromfűszörp, mentaszörp, bodzaszörp, azt csak olyan helyről szedem, ahol nem jár autó szinte, tehát a Majdánon szoktam, ugye Pomázon. Hoztam még lekvárokat, ami szintén saját gyűjtés, csipkebogyó lekvár, van még szilva lekvárom, szilva ízem, birs lekvárom, és van még dióm, ami saját termés. A Mentáskert termelői piac legközelebb május 16-án csütörtökön várja a vásárlókat a Lenfonó udvarán. A bejárat a zeneiskola bal oldalán található. A különböző táplálkozási zavarok egyre több embert érintenek, és most már nem csak a fiatal nőknél, de az idősebb korosztályokban és a férfiaknál is gyakrabban előfordulnak. A társadalom közel 6%-a küzd valamilyen evési rendellenességgel, melyek minden esetben súlyos mentális állapotot és testképzavart is jeleznek. A betegségek lelki okairól tartott előadást múlt szerdán Horváth Judit, a Szentendrei járás egészségfejlesztési iroda pszichológusa. A legtöbben hallhattunk már a táplálkozási zavarokról, de azok tüneteivel és okaival nem biztos, hogy mind tisztában vagyunk. Ha minket nem is érint személyesen, előfordulhat, hogy környezetünkben van olyan személy, aki evészavarral küzd. Az EFI Mégis kinek az egészsége című előadás sorozatának legutóbbi alkalmán ezekkel a betegségekkel foglalkozott a szakember. A legismertebb talán az anorexia nervóza, a második a bulimia nervóza, mindjárt mondom is a feloldásokat. A harmadik az elhízás, mint népbetegség, és feljövőve van az ortorexia, az egészséges táplálkozás kényszere. Tehát az anorexia, ugye a kóros lefogyás, a bulimia, az önhánytatók csoportja, az obeszitás, a kövérség, a kövér kisfiú, kövér kislány és az egész egészségtelen életmódunk így jó sok emberre kivetettítve, és az ortorexia, ami nagyon szélsőséges ételválasztásban nyilvánul meg, és később ez egy valódi kényszerbetegséggé is válhat. Horváth Judit pszichológus a Szentendrei Könyvtárban beszélt a táplálkozási zavarok lelki okairól. A betegségeket kiválthatják a kapcsolati zavarok, a magány, az iskolai zaklatás, valamint a családban felmerülő gondok is. Sajnálatos módon a család az mindig valamilyen szinten megjelenik ebben a kórképben, vagy azért, mert nem figyelnek a gyerekre, vagy azért, mert túlfigyelnek a gyerekre, a teljesítménykényszer, a neurotikus család, és sajnos benne van a családon belüli bármilyen abuzálás, erőszak. Vezető szerepet játszanak az evészavarok kialakulásában a közösségi médiában látható hamis képek is, melyek főleg a fiatalok önképére vannak rossz hatással. Ezek a felületek gyakran elérhetetlen célokat és egészségtelen fogyási tippeket közvetítenek. Ismerjük az internetes diétahegyeket, csodálatos fogyásoknak a történetét, a tévés reklámok más sem súlykolnak. Egyrészt, ami szörnyű, hogy a gyógyszerek, a különféle fogyasztószerek, de minden egyéb gyógyszer, ami a reklámokban látható. Testképzavaroknál vannak ezek a mostani ideálok, mint említettem, modellek, trendek, és nagyon sokszor Photoshoppal elkészített képek, és ezáltal szinte sugallják a hamis testképet a mindenkinek, aki erre fogékony.
A gyógyulás a tünetmentességet jelenti, de aki egyszer evészavarral küzdött, annak a lelkében örökké megmaradhatnak a sebek. Az új trendekkel új típusok is megjelennek, mint például az ortorexia, melynek jellemzője a túlzott törekvés az egészséges táplálkozásra. Először leginkább a táplálkozási zavarok a kamaszokat érintették, azon belül is a lányokat, és vezető szinten volt az anorexia. Jelenleg, ami nagyon sajnálatos, egyre tágabb korosztályt érint, és nembeli szórása is megváltozott, mert nem csak a fiatal lányok, hanem a fiúk is, sőt a férfiak is a testezés jegyében végül is egy ilyen kórképben szenvednek, jól lehet ők ezt soha nem ismernék el. Fontos a rendszeres testmozgás és az egészséges étkezés, de nem szabad túlzásokba esni. Rendszeresen fizikai munkát végzek, és ehhez kielégítő étkezést hajtunk végre. Ebben a rendszeresség mellett nálam fő szempont a fehérjebevitel, zöldségbevitel és a gyümölcs. Az EFI rendezvényei a járás lakói számára ingyenesek, így a budakalásziakat is szeretettel várják az előadásokra és az egészségügyi programokra. Budakalász képviselőtestülete az idei költségvetésében 5 millió forint keretösszeget különített el a város helyi védett épületei és építményei felújításának támogatására, amit nyílt pályázaton lehet elnyerni. Támogatásra az jogosult, aki védettségi minősítéssel rendelkező budakalászi ingatlanát a településképi rendelet vonatkozó előírásai szerint újítja fel, és a pályázat egyéb feltételeit is elfogadja. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. május 30. A pályázati kiírás a város hivatalos honlapján érhető el. Végül a várható időjárásról. Kedden folytatódik a túlnyomóan napos idő. Csupán délkeleten alakulhat egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé élénk lesz a keleties szél. Sokfelé hűvös lesz a hajnal, 4-12 fok közé hűl a levegő, az északkeleti fagyzugos helyeken lesz a leghidegebb. Délután 20 és 26 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Baleset veszélyessé nyilvánították a Kalász suli második emeletének tetőterét. Vég Attila, az intézmény igazgatója, megtette a szükséges lépéseket az omlás veszély elhárítása érdekében. A Madarak és Fák világnapja alkalmából a Mentáskert termelői piacon csütörtökön várták a gyermekeket ismeretterjesztő programmal és interaktív foglalkozással. A társadalom közel 6%-a küzd valamilyen evési rendellenességgel. A lelki okokról tartott előadást múlt szerdán Horváth Judit, az EFI pszichológusa. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!